komposztálás fortéjairól és fontosságáról tartott előadást Kőrösi Sóti Beáta, a tangazdaság tanára, Magyar Kanizsán a Dobó-Tihamér képtárban. A komposztálás egy nagyon fantasztikus dolog, azért mert a szerves maradványokat visszaforgatjuk ugyanarra a területre, tehát azt, amit a növény felvett tápanyagot és kihozta a mélyből, azt mi a felszínre visszajuttatjuk és gazdagítjuk vele. Nem csak szebbé tesszük a kertünket, hisz nyesedéket, ágakat, gyepnyesedéket és konyhai hulladékot is fel tudunk használni, hanem ezzel ugye a költségvetésünket is csökkentjük lényegesen. Magyar Kanizsán már régóta foglalkozunk komposztálással, és azt hiszem, hogy a lehetőség arra, hogy tájékozódjon a lakosság arról, már nem egyszer megtörtént, és komposztládákat is kaptak, azonban ezt a tudást állandóan újra és újra fel kell frissíteni, emlékeztetni magunkat, hogy mennyire fontos ez, hisz nagyon sokat költünk virágföldre, és ezt mind kicserélhetjük egyszerű módon a mi komposztunk segítségével, és ez egy nagyon költségmentes, és csak a hulladékot kell felhasználnunk. A komposztálás hossza az attól függ, hogy mennyire vagyunk odaadóak, milyen gyakran foglalkozunk vele. Vajon ez a komposztáló a szerves hulladékgyűjtőnke, vagy pedig egy fontos anyagot szeretnénk előállítani, ami nekünk tápanyag utánpótlásként szolgál. És abban az esetben, hogyha törődünk vele, forgatjuk, nedvesítjük, akkor ez hónapok alatt kész. Hogyha elhanyagoljuk, akkor eltelik bizony fél év, egy év is, mire elkészülhet. Igaz, ráfordítással akár gyorsíthatunk is rajta, hisz Magyar Kanizsán is használunk egy ilyen gyógynövénykészítményt, amivel lényegesen lerövidül, és már nem kell forgatni a komposztot, és lehet a kertünk éke a komposztláda.